Kedves dombaváriak, lassan itt van az év vége, a 2017-es esztendőt is lezárhatjuk. Azt mondom önöknek, hogy emoji, emotikon vagy smiley ma már nagyon sok embernek hasonló jut eszébe. Tudják, ezek azok az apró kis figurák, amiből már egész estés film is készült, és a Facebookon, az interneten, ezekkel a kis jelekkel tudjuk kifejezni, hogy éppen milyen a hangulatunk. Amikor rákerestem erre a kifejezésre, kiderült, hogy összesen 845 úgynevezett emotikon, vagy különböző smiley típus létezik. Megdöbbentő ez a szám. Miért is mondom ezt a beszédem elején, sajtótájékoztatóm elején? Ha most kellene egy ilyen kis smiley-t felmutatni, akkor mindenképpen azt választanám, amelyik nagy vigyorgó szájjal mosog, mosolyog ránk, mosolyog önökre. Miért is gondolom ezt? Azért, mert úgy gondolom, hogy így 2017 év végén minden okunk megvan az örömre, minden okunk megvan a megelégedésre. Azt hirdettük, hogy 2017 a közösségteremtés éve lesz. Ki ne emlékezne az esztendő nagyszerű eseményeire? Soha, de soha ennyi ember még nem jött össze május 1-én, a Hatvár-Hatrád túrán, a Téltemető túrán, vagy a nemrég lezajlott adventi programsorozaton, és ebben kiemelkedett a negyedik láng futás, ahol rekordszámú nevező futotta végig az 5, 10 és 15 kilométert. A rendezvény messze repítette városunk hírnevét az országban, számtalan, nagyon kedvező és nagyon pozitív visszajelzést kaptunk, hogy a vendégek mennyire jól érezték magukat Dombováron, és szeretnének jövőre is visszajönni a következő futóversenyre. De ezt a kis nevető smiley-t tudnám felmutatni azért is, mert annál jobb érzés nincs, mint amikor így évvégén az utolsó napokban bekopog hozzám Kovács Gyula úr, a pénzügyi iroda vezetője, és azt kérdezi, hogy gondoljam végig, hogy a következő pár órában még hova, kinek kell utalni pénzt. Ilyet nagyon régen kérdezett tőlem, ez azt jelenti, hogy városunk költségvetése rendkívül stabil, jó helyzetben van a város. Ilyet Kovács Gyula csak akkor kérdezhet, hogyha a számlánkon annyi pénz van, hogy már őnek is gondolkodnia kell, hogy vajon így évvégén ki nincs kifizetve. Persze, hogy így állunk, az több oknak köszönhető. Egyrészt van egy felelősen gazdálkodó és gondolkodó többségi képviselőtestület, másrészt pedig itt vannak önök. Önök, akik időben pontosan befizették az adójukat, hogy ezzel is hozzájáruljanak a város működtetéséhez, fenntartásához. Szeretném megköszönni azoknak a kedves dombovári állampolgároknak, akik az adót nem mint sarcot nézik, hanem tudják, hogy hozzá kell járni a város fenntartásához. Szeretném megköszönni azoknak a vállalkozásoknak, cégeknek, akiknek tudjuk, hogy nehéz tehertétel egy ilyen pénznek a befizetése, de bizalommal vannak irántunk, és tudják, hogy felelősséggel fogunk gazdálkodni az átadott pénzzel. Talán nem dicsekvés azt mondani, hogy 2017-ben erőn felül dolgoztunk. Nemrég összeszámoltuk kollégáimmal, képzeljék el, összesen ebben az esztendőben szinte pályázati forrás nélkül 49 beruházást hajtottunk végre. 49 olyan beruházást, mellyel városunk óhatatlanul is fejlődött, és talán egy párat kiemelnék azok közül, amik az utolsó időszakban történtek meg. Ezek között van olyan, amit még tulajdonképpen használatba se adtunk, de már elkészült. Ilyen például a Szuhaj Sportcentrumnál a műfüves focipálya. De nagyon jól sikerült az Erkel Ferenc utcának a felújítása, a Lidl buszmegállónál közösségi akarat vitt bennünket odáig, hogy megépítsük a buszmegállót. Amire nagyon-nagyon büszke vagyok, az a bölcsöde. A bölcsöde új nevet kapott, Tündérkert bölcsöde, milyen szép kifejezés is ez. És talán nincs is ennél fontosabb, mint a gyermekekről ilyen formában gondoskodni, hiszen a bölcsőde mellett van olyan óvodánk, mely új vizes blokkot kapott, és higgyék el nekem, nem állunk itt meg, 2018-ban a
a gyerekekről való gondoskodást csak tovább folytatjuk. De említhetném a nemrég átadott Szent Gellért utcai útfelújítást, ami több, mint egy útépítés, hiszen a megújult Petőfi utcával a belvárosnak egy teljesen új része kapott, szinte rehabilitálva, új külsőt. Egy település életében szokás azt végig gondolni, hogy mennyi pályázatot tudott nyerni. Sok polgármester kollégám úgy gondolja, hogy ez a siker egyik mutatója. Tudjuk viszont, hogy ez nem igaz. Politikailag még soha nem sikerült csak a beruházásokon, a pályázatokon keresztül elismerést elérni, hiszen városunkban is volt arra példa, hogy országgyűlési képviselő a ciklusában mérhetetlen nagyságú támogatást tudott hozni városunknak és a térségnek, mégis a következő választáson a választópolgárok úgy gondolták, hogy ne ő folytassa, holott nagyon szép eredményeket ért el. Ettől függetlenül azért nézzük egy kicsit, hogy hogy is állunk pályázatok terén. Gondolom ezt azért is fontosnak, hiszen nagyon nehéz dolgunk van, kevesen segítenek nekünk ebben, pont azoknak, akiknek lehetősége lenne, nem hogy segítenek, hanem gátolnak munkánkban, de így évvégén hagyjuk ezt a gondot, majd 2018-ban úgyis eljön az a pillanat, amikor ki tudunk állni az igazsággal. Ennek ellenére azokban a pályázatokban, ahol nem tudnak bennünket gátolni, nagyon szép eredményeket értünk el, így évvégéig 2,2 milliárd forintnyi pályázati forrás sikerült megkapnunk, illetve lekötnünk, vagy megkaptuk az értesítést. A napokban jött a hír, hogy nyert a Mászlonyi pályázat, nyert a Kakasdombi pályázat, több felzárkóztató program, és hát van olyan pályázat is, ami teljesen egyedülálló, erről majd egy kicsit később még beszélek. 2017-es évet lezárjuk, veszünk egy nagy lélegzetet, és már neki is futunk 2018-ra, 2018-nak, ahol új célokat, új irányokat próbálunk megjelölni, úgy, hogy persze számtalan dolog már elkezdődött tavaly, vagy tavaly előtt, és ezeket kell tovább vinnünk, ezeket szeretnénk erősíteni. Ha 2017 a közösség teremtés éve volt, akkor én azt kívánom, hogy 2018 az a felülemelkedés éve legyen. Hagyjuk végre a kicsinyes csatákat, hagyjuk végre az egyéni érdekeket, próbáljunk meg ezeken túllépni, és azok, akik valamilyen közérdekből, közcélból dolgozunk, legyen az önkormányzati képviselő, politikus, egy civil szervezet vezetője, vagy egy intézmény irányítója, próbáljuk meg azt nézni, hogy hogyan lehet konszenzusra jutni, hogyan lehet egymás segítve, támogatva elérni azt, hogy szülővárosunk, lakhelyünk fejlődjön, Dombóvár tudjon előrelépni. Tegye mindenki a dolgát, tegye úgy, hogy azért folyamatosan az lebegjen a szeme előtt, hogy persze fontos az egyén boldogulása is, de a közösségi boldogulásnál nincs fontosabb, hiszen az beruházás a jövőbe, beruházás gyermekeink jövőjébe. Nézzük, melyek azok az irányok, amelyeket tovább szeretnénk erősíteni. Nagyon nagy sikernek gondoljuk, hogy 2017-ben Dombóvár-Gunaras fürdő telep. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert a mai napig ezt sokan összekeverik a gyógyvíz minősítéssel. Tehát a gyógyhely telep, Gunaras fürdő telep megkapta ezt a minősítést, ami nem kevés munka volt, és a megyének az első ilyen gyógyhely település része. Várható, hogy 2018 első negyedévében megkapjuk a Naturpark címet, ahol 14 településsel dolgozunk együtt, és igazán klassz programot fektettünk le, és nagyon előremutató megoldásokkal, előremutató célokkal próbáljuk a térséget fejleszteni, úgyhogy egyaránt fontos az oktatás, a turizmus, a természet és környezetvédelem, valamint a vidékfejlesztés. Az egészségügynek a kérdése soha nem kerülhet le a napirendről. Sajnos városunk és a térségnek az egészségügyi állapota, azt mondják szakemberek, azt mondják a statisztikák, rosszabb az országos átlagnál. Sokat kell tennünk azért, hogy felhívjuk a figyelmet
a megelőzésre, felhívjuk a figyelmet a különböző szűrésekre, felhívjuk a figyelmet az egészséges életmódra. Ezért is van az, hogy annyi-annyi sportos, az egészséges életmódot támogató programot próbálunk szervezni. Új célunk a Dombovári Ipari Park cím megszerzése, mely a városunknak a tüskei település részére vonatkozna, tehát a tüskei ipari parkot szeretnénk megvalósítani. Ez is először egy tanulmánnyal fog kezdődni. A tanulmány elkészítésén már dolgoznak szakemberek, és majd, hogyha az ipari park címet meg tudjuk szerezni, akkor ott komolyabb infrastruktúrális beruházásokat fogunk végrehajtani 2018-ban. E programunk összefüggésben van a Dombovár dolgozik programmal. Bár ugye foglalkoztatásnak a kérdése az utóbbi időben rendkívül kettős érzetű ügy lett az országban és városunkban is, hiszen egyszerre van jelen a munkanélküliség, és egyszerre van jelen a dolgozói hiány, tehát cégek folyamatosan próbálnak hirdetni álláshelyeket, nagyon kevés jó jelentkezővel, ugyanakkor még mindig van egy réteg, aki nem tud elhelyezkedni, mert vagy nincs megfelelő szintű munka nekik, vagy az emberrel, a személlyel van probléma. Őket sem szeretnénk a problémájukban vergődni, hagyni, hanem megpróbálunk nekik is segíteni képzésekkel, különböző motivációs eszközökkel. 2018-ban nagyon jelentős fejlesztések lesznek a városban. Egyrészt ez köszönhető a stabil költségvetési helyzetnek, másrészt, ahogy mondtam, a pályázatainknak. Hogy ezekből mi fog megvalósulni, csak azon múlik, hogy mennyire bírjuk a tempót, márpedig felkészültek vagyunk, és ehhez kérjük az önök további támogatását. Nyugodtan mondják el, ha valami problémát éreznek. De azt is jó néven vesszük, hogyha kicsit megveregetik a vállunkat, ez egyfajta lökést ad nekünk, hogy igen, tovább érdemes dolgoznunk. 2017 egyben egy nagyon jelentős év volt az országban és városunkban is. Egy nagyon szép rendezvénnyel emlékeztünk meg Kodály Zoltánról, akinek kötődése városunkhoz kiemelkedő volt. Kodály Zoltánt egyik koncertje után megkérdezték, amikor az ő művét játszották, hogy na mester, hogy tetszett az előadás? Kodály Zoltán úgy felelt, hogy nem az a lényeg, hogy nekem, mármint Kodály Zoltánnak hogyan tetszett az előadás, hanem az, hogy az előadás által jobbak lettünk. És engedjék meg, hogy a hagyományos boldog új évet köszöntő helyett azt kívánjam magunknak és embertársainknak az új esztendőre, a bőségen és jóléten túl, hogy törekedjünk jobbak lenni, mint a mögöttünk hagyott évben. Köszönöm, hogy meghallgattak.